A Force Scout nevű megoldásunkkal érkeztünk, ami egy olyan mindenféle eszközt kezelni képes biztonsági rendszer, amin keresztül megszervezhetjük ezeknek az eszközöknek a házati hozzáférését, biztonsági szintjeit, olyan policy-kat hozhatunk létre az új eszközöknek, meg egész egyszerűen kapunk egy olyan vizibilitást a házatunkhoz csatlakozó eszközökről, ami mi még nem láttunk olyan másik rendszert, ami ennyire részletes tudna lenni, és mondom ezt úgy, hogy nem csak az IT, hanem ami a mai nap fő hangsúlya volt, az OT, IoT, illetve hogy a Force Scout szereti írni az Enterprise of Things, tehát hogy a dolgok vállalata eszközparkját is tudja kezelni, beleértve a gyártórendszereket, ipari cuccokat, ipari vezérlőket, kórházi rendszereket, orvosi berendezéseket, teljesen hagyományos IoT, IP kameráktól elkezdve a bármiig, ami a vállalati hálózatunkhoz csatlakozhat bármilyen szinten vezetékes vagy vezeték nélküli megoldása. Azért lényeges ez mostanság, mert ezeknek az eszközöknek a megjelenési üteme az olyan tempós, hogy 7,5%-ot nő évente ezeknek az eszközöknek a csatlakozása a hálózatokhoz, amit képtelenség kézzel kezelni. Tehát, hogy valamilyen olyan automatizált rendszerre van szükségünk, ami ezeknek az eszközöket megfelelően kategorizálja, és ezeknek a kategóriáknak megfelelően bizonyos kockázati besorolások alapján szabályszerűen kezeli. Ugye ezek a szabályokat majd mi fogjuk meghatározni. Nem nagyon láttunk még olyat, ami ezt így komplexen tudná kezelni, és annyira nyílt platform lenne, mint a Force Scout. Bármilyen külső enforcement ponttal integrálható, elég jó kis rendszer, ugrásszerűen tudja emelni a biztonsági szintünket.